Minden évben átadásra kerül a Kis István emlékdíj, mely ötvözi a szakmaiságot, a lelkiismeretes munkát, a magyar emberek iránti hűséget és gondviselést. Felkérem dr. Barna István elnök urat és Dankovics Gergely programigazgató urat, hogy adják át az idei elismeréseket. Megpróbálunk egymások előtávolságra állni, és a díjazottakkal most a rendkívüli járványügyi helyzet révén nem fogunk kezet majd, jó? De a tisztelet az kölcsönös lesz. Az első szakmai díjat szeretnénk átadni professzor dr. Merkeli Bérának, a Semmelweis Egyetem rektorának, a koronavírus kapcsán kifejtett szakmai munkájáért, amelyet a magyar lakosság egészségi állapotának megóvása érdekében tesz nap, mint nap. Köszönjük szépen! Köszönjük professzor úrnak! A következő szakmai díjak átadásához szeretnék egy kis segítséget kérni. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság képviseletében Berge Bertalannét szeretném kérni, hogy segítsen átadni a szakmai díjakat. A rendőrségi prevenciós tevékenység az egy nagyon fontos a program életében. Több száz rendőr kolléga vesz részt a helyszíneken, ahogy láttuk a kisfilmbe is. A szakmai bizottság vezetése úgy döntött, hogy minden évben szeretnénk díjazni ezt a fajta munkát, ami most már több évre nyúlik vissza. Nehéz volt a döntés, de most négy rendőri egységnek szeretnénk átnyújtani ezt az emlékdíjat a mai napon. A Csongrád megyei kapitányság képviseletében szeretnénk az első szakmai díjat átadni. Köszönjük szépen a gyakorlati munkát! A második szakmai díjat a Ceglédi Városi Balesetmegelőzési Bizottság részére szeretnénk átadni. Köszönjük szépen a gyakorlati megvalósítást! Következő területi egység, ők is nagyon szép installációkkal és szakmai munkával járulnak hozzá, most már szerintem lassan 30-szor is voltak a szűrőprogramnál. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Balesetmegelőzési Bizottság képviselőit szeretnénk kérni. Köszönjük szépen a szakmai munkát a gyakorlati megvalósításban. És nem utolsó sorban, nagyon lelkes csapatról beszélünk, akik tényleg a helyszíneken mindig rengeteg látványelemmel készülnek. A Székesfehérvári Balesetmegelőzési Bizottságnak a képviselőit szeretnénk kérni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm a segítséget! És akkor megyünk tovább. 10 éves munkakapcsolatot szeretnénk most már díjazni. Ugye nagyon fontosok, halljuk, a házi orvosok és a családorvosok szerete a programban, és ez egy 10 éves munkakapcsolat, ami most már folytatódik és rendületlenül tart és megy előre. Balogh Sándornak szeretnénk átadni a Kis István emlékdíjat idén. Köszönjük szépen!
hasonló terület, itt is házi orvosok, rengeteg gyakorlati program, praxis programok végrehajtása, tudományos munkában való részvétel, alapító tagról beszélünk, szintén 2010 óta a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének keretében dr. Tamás Ferencnek szeretnénk átadni a következő díjat. Köszönjük szépen! A következő szakmai díj, ugye nagyon fontos a programnak a gyermekprevenció, de ugye ne feledkezzünk el az időskorúakról sem, és most már lassan 5. éve fut a demencia program, demencia program a program keretén belül, illetve hát ez mellett ugye a gyakorlati megvalósításban ugye egészségfejlesztési irodájukkal is nagyon jó kapcsolatot és szakmai munkát ápolunk, úgyhogy ezt a szakmai díjat Egervári Ágnesnek szeretnénk átadni az INDA program részéről. Köszönjük szépen! Szintén egy 10 éves munkakapcsolatról beszélünk. Intézetük már többször átalakult az évek során, de az együttműködés az töretlen. Gyakorlatban nagyon sok helyszínen a most díjat átvevő kolléga is részt vesz, az embereknek segít az egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsoknak a felismerésében. Úgyhogy a következő díjat az Országos Gyógyszerészet és Élelmezés Egészségügyi Intézet Mihály Kingának szeretnénk átadni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát Dunakanyar egészségesen, ha ennyit mondok, WHO egészséges városok közhasznú egyesülete, ha jól mondom, de vagy akár mondhatom azt, hogy Szentendrei Város közalapítvány. Együtt dolgozunk egy olyan kollégával évek óta, mondhatjuk közel 50 szakmai napon vagyunk túl, mind a praxis programokkal, mind az egészségfejlesztési irodáknak a koordinációjával közösen, ahol több ezer felnőtt és gyermeknek az átfogó vizsgálatában és életmód programjában tudtunk segíteni, és ez az egyén, aki ezt évek óta koordinálja és végrehajtja, az a szakmai bizottságban nem más, mint Gerőcs Katalin, úgyhogy őt is ki szeretnénk tüntetni. Köszönjük szépen a szakmai munkát! Köszönjük szépen! És nem utolsó sorban, de idén az utolsó díjazottunk. Ugye hallhattuk itt az eredményeket, évről évre növekszik a vizsgálati populáció száma. Tudományos munkához több mint 7 millió vizsgálati eredmény áll rendelkezésre, több mint 16 millió rizikófelmérési kérdőívnek a feldolgozását hajtja végre. Úgyhogy szeretnénk most már ebben a szakmai munkába, illetve a tudományos munkába való részvételnél Daiki Tennót, az ELTE képviseletében, mint a MÁSZ munkacsoporton belül az adatokért felelő statisztikai csoport vezetőt is kitüntetni. Köszönjük szépen! Ha valaki nélkül ez nem valósulhatna meg, akkor az egy ember, és ő Tennó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük programigazgató úr, valamennyi díjazottnak szívből gratulálok, és további eredményes munkát kívánok. Hölgyeim és uraim, a demencia szűrés eredményeiről és tapasztalatairól beszél dr. Egervári Ágnes. Tisztelt elnök úr, tisztelt programigazgató úr, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Utolsó
előadóként igyekszem tartani magamat az időhöz. Amúgy is az előadásom üzenete az az, hogy az idő számít a demenciában is. A szociális klaszter egy kis, alapvetően szociális szakembereket tömörítő szakmai szervezet, és mivel megéljük azt az életkort, az átlag életkor növekedésével, amikor már a demencia gyakoribbá válik, ez a szociális intézmények számára nagyon nagy plusz új feladatként jelentkezett. Erre mi kitaláltunk sok mindenféle dolgot. A programnak csak egy része ez a szűrés. Történtek háziorvosi attitűdvizsgálatok, validált kérdőíves felmérések. Alapvetően a programunk lényege a demenciával élők és a gondozó családok támogatása. Nagy öröm volt, amikor 2013-ban csatlakozhattunk a kamionos programhoz ezzel a szűréssel, hiszen ennek két eleme van, azt gondolom, miért is van értelme szűrni egy olyan betegséget, és hogyan van értelme szűrni, ami jelen pillanatban nem gyógyítható. Az a rossz hír, hogy a szaporodó betegszámhoz egyelőre nem tartozik kuratív lehetőség. A gondozási függőség egyik leggyakoribb oka a demencia, és az egészségügyi ellátórendszerben sem, és a szociális ellátórendszerben sincs igazán helye ezeknek a betegeknek. Nagyon súlyos egyéni, családi, társadalmi, lelki és financiális teherrel jár ez. A hazai esetszámokat illetően csak becslésekre hagyatkozhatunk. Miközben vannak nem változtatható kockázati tényezők a demencia különböző formáival kapcsolatosan, vannak olyanok is, amelyek viszont befolyásolhatóak, és ezekről ma egyenként hallottunk, tehát én ezekről nem fogok itt részleteiben beszélni. Nagyon sok olyan életmódi hatás van, amit nagymintás kutatások bizonyítanak, hogy bizonyos tényezők megváltoztatásával egyrészt meg lehet előzni nem csak a vaszkuláris demenciát, hanem a primér neurodegeneratív Alzheimer típusú demenciákban is sok adat van már arra, hogy az iskolázottság például, vagy a szociális kapcsolatok, a szellemi tevékenység megtartása az mennyit jelent ebben a tekintetben. Ugyanakkor vannak olyan vaszkuláris és metabolikus tényezők, amelyekről az elmúlt előadások is szóltak. A demencia tekintetében ezeknek az együttes előfordulása ugyancsak exponenciálisan rontja a kilátásokat, de ezek befolyásolható kockázati tényezők, ezekre oda kell figyelnünk, és az agyunkra is vigyáznunk kell. Ugyanez igaz az életmódi tényezők tekintetében a dohányzásra, az elhízásra és az inaktivitásra. A Mind diétáról szinte mindannyian hallottunk már, meg a mediterrán típusú diétáról, amiről manapság sokat hallani, hogy annak mennyire védő szerepe van az agy egészségének megőrzésében is. Azért érdemes szűrni a kognitív képességek romlására, azért érdemes odafigyelni, mert ugye az egészséges öregedésnek nem része a demencia, de azért van egyfajta változás a kognitív képességeinkben. A demencia az egyfajta megélt, kezdetben csak szubjektív, aztán már kimutatható memóriavesztés és tünetek kapcsán, ott az a lila terület, az a beavatkozási lehetőségek ideje. Ha akkor elkezdjük a szekunder prevenciót, akkor nem biztos, hogy a egyenesen lefele haladó piros nyíl lesz a folytatás, hanem egészségnyereséget vagy minőségi életéveket nyerhetünk, és ezért fontos a korai diagnózis. Mi nyilvánvalóan, miután a célcsoportunk az 50 felettiek, mi a lakossági eseményeken tudtunk megjelenni, a dolgozók számára, a munkahelyi rendezvényeken nyilván nem. Különböző etapokban, forrás lévén, nem lévén, különböző pályázati lehetőségekkel, de folyamatosan 2015 óta meg elég nagy számban, legalább 25-30 helyszínen megjelenünk évente, és
sokféle memóriateszt, illetve sokféle kognitív teszt létezik, ezek általában szakember kezébe valók, és nem a kamion körüli vagy a kamion előtti területen elvégezhetőek. Amit mi kiválasztottunk, az egy roppant egyszerű, de viszonylag jó szenzitivitású és specificitású teszt, a mini kognitív teszt. Elmondjuk az MMS tesztből ismert három szót, a citromkulcs labdát, megkérjük, hogy mondja vissza ott lévő személy, és utána megcsináltatunk vele egy óratesztet, és ezzel az egyszerű algoritmussal a végén felhívjuk arra a figyelmét, hogy keresse meg a házi orvosát, mert esetleg további vizsgálatokra lehet szükség. Ennél többet ebből a tesztből nem lehet megtudni, viszont egy óriási figyelemfelhívó szerepe van annak, hogy a kamion környékén a demenciáról és az agyunkról is szó esik. Én néhány ábrát hoztam csak, amiből a korcsoportok szerinti megoszlásban, hát nagyjából a korcsoportok szerinti, nemzetközi irodalom szerinti kognitív károsodás előjött. Az iskolázottság is körülbelül ezt mutatta. Én részleteiben ezt nem mondanám el, az életmódi tényezőknek a szerepét azt megtapasztaltuk, körülbelül 1000-es mintaszámunk van. Egy érdekességet hadd mondjak itt a laktózintoleranciához. A mi vizsgálatunkból úgy tűnt, hogy a tejtermékek fogyasztása és a demencia megjelenése között, mintha lenne valami negatív korreláció, ezt nyilván majd meg kell még nézni, hogy vajon miért adódott ez így. Az üzenete a mi programunknak, és sokfelől halljuk ezt ma már a világból, hogy az idő az nem csak a stroke-ban számít meg a konferenciák lebonyolításában, hanem az idegsejtjeink megőrzésében is. Nem 3 órás időablakkal, hanem hónapokban meg években mérjük, de ami jót tesz a szívünknek, az jót tesz az agyunknak is. Ez egy roppant egyszerű üzenet, és azt gondolom, hogy ezt érdemes a kamion környékén előforduló, az egészségtudatosság tekintetében egy picikét előrébb járó klienseink felé kommunikálni és elmondani, és én nagyon örülök annak, hogy ebben a programban mi megjelenhetünk. A két utolsó szlájdon már csak a kollégák látszanak, akik ebben az esztendőben is mennek és részt vesznek a szűrésben, és hát még a dolgok jelenállása szerint talán az Alzheimer világnapon Székesfehérváron megint lehet egy nagyobb szabású rendezvény, majd meglátjuk, mit akar a Covid. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen!